Az Anker Palota, közismertebb nevén Ankerház, eklektikus stílusban épült Terézvárosban, az Anker köz 1-es, 3-as szám alatt található. 1907-ben a bécsi székhelyű Anker Élet- és Járadékbiztosító RT pályázatot írt ki a pesti székház megépítésére. A pályázók között volt Alpár Ignác, akinek a tervei alapján 1910-ben fejezték be. A mai Anker köz eredetileg az épülethez tartozó nyitott bazársorként működött, mely az Anker udvar nevet viselte. A háborút követő államosítás után társasházként is működött.